1990-ben volt az első, mára pedig már a 27. alkalomnál jár a népszerű Moson megye színjátszó találkozó, amelyet a hétvégén rendeznek meg a Flash központban. A többnapos eseményre az évről évre visszatérő csoportok mellett mindig új társulatok is ellátogatnak, hogy megmutassák tudásukat. Körülbelül 220 embert kell nekünk ugye elhelyezni, azokról kell gondoskodni, hiszen a színjátszó találkozó azért is egyedi az ország, mert mi az itt tartózkodás költségeit álljuk. Tehát a csoportok szállást, étkezést kapnak, nekik csak az utazást kell megoldaniuk, de hát ez is jelentős költség, hiszen ma egy autóbusz az 50-100 forintba kerül. Ez a 220 fő több mint 20 csoportot takar, akik nem csak kis hazánkból, hanem határainkon túlról is érkeznek. Gazdag repertoárt mutatnak be az alakulatok, így biztosak lehetünk benne, hogy a zsűrinek ezúttal sem lesz egyszerű dolga a minősítések kiosztásakor. A háromtagú zsűri dönt az országos minősítésekről is, a Magyar Színjátékos Szövetség minősítéseit adja át Pápai László soproni rendező és Kis László budapesti rendező, de ugyanakkor annak érdekében, hogy a csoportok is valamilyen díjat elérjenek, mi felajánlunk 11 díjat és 4 fődíjat, amit különböző értékelési szempontok alapján oszt ki a zsűri. Tehát összesen 15 díjat osztunk ki, és a zsűri harmadik tagja pedig Gergye Rezső Vasvárról, mindhárom zsűri tag amatőr színjátszó múlttal rendelkező rendező. Aki tehát kedvet érez, bátran látogasson el a Flash központba ezen a hétvégén. A rendezvény ingyenesen megtekinthető.